Tudtad mindig, hogy befogadó vagy? Mire? Bármire. Csak a Berkinek már nem merek válaszolni, tehát már, nem, már feltételezem, arra, hogy van valami karátság mögötte. Nincs. Hát arra nincs. Én elfogadó másra vagyok. Nem. Nem befogadó? Nem. Elfogadó? Elfogadó. Hát igen, most... tudod, ha ütnek szaladja, ha annak fog. Nem, elfogadó vagyok azzal szemben, és most kikerültem a válaszadást. De miért? Mondtam, hogy legyél már őszinte. De én őszinte vagyok. De nem lesz az, őszinte, az, hogy nem válaszolok, nem válaszolok neked egy kérdés, az nem jelenti azt, hogy nem vagyok őszinte. De az azt jelenti, hogy nem vagy őszinte. Nem, én nem billentem meg ebben a kérdésben soha. Egyébként, soha. De én, itt inkább az a kérdés, hogy... Női csok, nővel csok. Itt inkább az a kérdés... Nővel csókolosztál? Itt inkább az a kérdés, hogy régen is valaha nővel csókolosztál? Beleegyezés. Így görbülj meg. Te csokkolosztam a nővel. Ebben a korban már csak fantázia is, tudod? Két nővel is csokkolosztam. Nyugodt vagy? Éreztem én a Dóriban ezt a pici ferdülést korábban, amikor főiskolát... Ez nem ferdülés. Nem ferdülés. Szerintem minden csajnak szerintem van minden egy olyan... Koleszos, szerintem minden koleszos csaj... Én nem voltam koleszos, de ilyenkor szokom... Egyszer egy lányjal biztos puszizkodom. Minden csajnak van egy 10-20 éves kora között egy olyan időszak, amikor azt gondolja magáról, miután áttestem rajta. Na, mi volt nálam? Hogy ez annyira vagány és menő, hogy én a csokolózok a barátnőmmel félrészegen. Igen. Igen, nem tudom miért. Hát az ennyi az egész, hogy valaki őszinte. Én őszinte vagyok. Meg kettővel csokolóztál. Persze, hogy férfi 16 viszont ha mi is matiznál, Krisztián, most nézd, akkor mi? Az rádnézve nagyon. Rosszul lenni. De megvan a nézettség. Az esetben mondom, egy férfi férfivel csokolózik, mondjuk 16-20 éves koráig, akkor az tök elutasító. Nem úgy, mint a nőri, mert nőri, amit mondasz. Hogy nem? Két nő csókolózik, és miért nem fél bele, hogy... Mert az erotika hatás. Én elmondom. Te mint egyetlen igazi heteroszexuális bika itt az asztalnál. Én azt mondom, hogyha két nőt látok csókolózni, nekem az ugyanúgy nem poén, és nem erotikus, csak azért. Elmondom, hogy miért. Egyébként nem. Elmondom, hogy miért. Mert ők akkor kihagynak engem a buliból. De csak ezért. Csak ezért.